A tábort a helyi hagyományápoló klubja szervezte meg immár 17. alkalommal. A foglalkozásokon óvodások és általános iskolások vesznek részt. A klubteremben minden nap mintegy 80 gyerek nyüzsög az asztalok körül. A gyerekek többsége ma állarcokat készített. Ilyen lepkét és ilyen gyöngyökből, magokból, kartonpapírból, majd színes papírt is teszünk rá, így gyöngyökből is elkészíteni. Mindig a harmadikat kell betenni az üres mezőbe, és ott ilyen különféle pamukkal kell csinálni. És ez lehet a végén nyaklánc, karperec, könnyjelző is. Kancsár Márton, a hagyományápoló klubjának alelnöke azt mondja, a hangsúly az idén is a régi mesterségek elsajátításán van. A célunk az, hogy a gyerekeket kimozdítsuk a számítógép előtt, hogy megismerjék őseink szokásait, hagyományait, és hogy társalogjanak, hogy ne a képernyőn keresztül társalogjanak, hanem így élőben. A gyékényszövést és a kosárfonást Szent Tamási mesterek mutatják be a gyerekeknek. A kézimunkázók többségét óvónénik felügyelik. Shrek Ilona elmondta, hogy a foglalkozásokat a gyerekek igényei alapján tervezik meg. Többnyire, mivel a korosztály nem egy, tehát 5 évtől 15 évesek a gyerekek, akkor papírmunkát vagy olyan munkákat csinálunk, amit ők igényelnek. A tábor szombaton zárul, amikor alkalmi kiállítást rendeznek a gyerekek alkotásaiból.